Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Szeretném felhívni államtitkár úr figyelmét arra az óriási hibára, ami a költségvetés 2022-es végrehajtását érinti, az önkormányzatokat érintve. A kormány a helyi önkormányzatokat már a Covid idején nehéz helyzetbe hozta. Ehhez járult hozzá, hogy tavaly júliustól az önkormányzatokat kizárta a rezsicsökkentésre jogosultak köréből, melynek következtében a rezsiköltségük a fűtési szezonra sokszorosára nőtt, annak ellenére, hogy takarékossági intézkedések keretében a nem létfontosságú épületek nyitvatartását korlátozták vagy bezárták a fűtési szezonra, aminek szintén sajnos lokális következményei vannak az ott élők számára. A megemelkedett rezsiköltségeket a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudták kigazdálkodni, ennek ellenére a 2022-ben egyáltalán nem, tehát még egyszer felhívom a figyelmet, 2022-ben egyáltalán nem, az idén januárban kaptak csak először rezsikompenzációt. A rezsikompenzáció pedig nem más, mint egy bűvésztrükk, és egy példával már is említem. Például Homorút községi önkormányzata, amit nyert a réven, azt elvesztette a vámon, ugyanis idén a szociális kerete mindenféle indoklás nélkül a felére csökkent, majdnem annyival, mint amit a közvilágításra rezsitámogatásként kapott. Ez egy ügyes, de egyben alattomos sunyi költségvetési manőver, az önkormányzatokat ezzel óriási bajban hagyva. A hátrányos helyzetű településeken nincsenek ipari parkok vagy nagy cégek, kezük meg vannak kötve, nem tudnak bevételhez jutni. Felmerül a kérdés, miért hagyják évről évre nehéz helyzetben az önkormányzatokat. Az idén bevezetett kormányzati intézkedések a sokszorosára nőtt rezsiköltségeket mindössze 20-30%-kal csökkentették, miközben a magas energiaárak miatt szinte lehetetlen vált a kötelező önkormányzati feladatok ellátása. Kérdezem én államtitkár urat, hogy miért fordulhat az elő, hogy úgy kapnak rezsikompenzációt bizonyos önkormányzatok, hogy közben a nekik járó kereteket csökkentik. Köszönöm szépen!